Sziasztok, drágáim! Anamé vagyok. Szellemi dolgokkal foglalkozom, de egyáltalán nem vagyok egy ezóarc. Az a mottom, hogy az ezotéria annyit ér, amennyiben az életedet a gyakorlatban jobbá teszi. Ezt szeretném kérni tőletek, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengő gombot, hogy minden felvételről értesítést kaphassatok. És ez a felvétel szól azoknak, akik már régóta vannak velünk, szól az újaknak is. És igen, szól neked is, hogyha szeretnél jobb életet élni, és eleged volt a szenvedésből. Azért, mert nem csak én vagyok Matrix Hacker, hanem ti is azok vagytok, hogyha szeretnétek változtatni a külvilágon, a sorsotokon, szeretnétek jobbá tenni az életeteket a gyakorlatban. Ehhez van egy szakifejezés, de ígérem, nem fogok ilyennek el dobálózni, és gyorsan el is magyarázom, hogy ez miért fontos ahhoz, hogy a gyakorlatban jobbá váljon az életünk. Ez a szakifejezés pedig a csakra. Ez azt jelenti, hogy energiaközpont, és egy energiaközpont az életed egy bizonyos területéért felel. Együttesen a csakrák lefedik az életünk egészét. És amikor a csakrák jobb állapotba kerülnek, akkor az életünk azon az életterületen, vagy az életünk egészen jobb állapotba kerül. Úgyhogy ez menő. És voilà, meg lesz, amit szeretnénk. Azaz meg lehet hekelni a mátrixot energetikailag. A, az otthon, amiről ma szó lesz, a magasabb energiaszintű otthon, az a gyökércsakrához tartozik. Ez megint nem egy furcsa szakifejezés, ez könnyű belátni a gyakorlatban, a gyökereinket jelenti. Azaz, az otthon, hogyha ha a gyökércsakránk jól működik, akkor az otthonunk egy olyan hely, ami olyan, mint egy táptalaj egy virágnak. Hogyha otthon vagytok, akkor azt érzitek, hogy ez a legjobb hely, ahol lehettek. Jól érzitek magatokat, és ragyogni tudtok, és ki rügyezni, kinyílni, mint egy igazi virág. És ez boldogító, és ez jó érzés. De mi van akkor, hogyha az otthonodban nem érzed ilyen jól magad? Hogyha azt érzed, hogy nem igazán jó táptalaj? Erre vannak kevésbé haladó matrix technikák, nagyon sokan használják. Ilyen például a siránkozás, a panaszkodás, a kétségbeesés, mások hibáztatása, sajnálkozás, és a töménytelen mennyiségű agyalás. Ha ezek a technikák igazán alkalmasak lennének arra, hogy meghekeljük a mátrixot, akkor minden ember a legtökéletesebb boldogságban élne itt a Földön, mivel nagyon sokan használják őket. Én ezektől egy kicsit kifinomultabb módszereket javaslok a számotokra. Például azt, hogy hogy mindig a magasabb energiaszintet. Ezt mindjárt gyorsan elmondom a gyakorlatban, hogy mit jelent, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy valami ezó hülyesség. Mert minden ember érzi a szívében, hogy mi a magasabb. Ha például úgy döntetek, hogy olyan otthonban szeretnétek élni a, az adott körülmények között, amennyiben lehetőségetekben áll emelni rajta, hogy kiválogatjátok mondjuk azt, ami igazán örömet szerez, és elajándékozzátok, eladjátok, vagy kidobjátok azt, ami, ami már nem. És így létrejön egy olyan tér, amiben jobb az áramlás, amiben szabadabban áramlik az energia. És bármire is ránéztek, annak van egy érzete, hogy jó, igen, ezt szeretem, ez jó érzés, jó érzés ránézni, jó az, ami körülvesz. És ilyenkor nincsen felhalmozás. Vagy ha ennek párba kéne állítani mellé valamit, például egy olyan otthont, ami tele van kacattal és lommal, és gyakorlatilag csak kis ösvényeken lehet közlekedni, koszos és, és túl zsúfolt, akkor biztos érzitek, hogy melyik a magasabb energiaszintű, és melyik az alacsonyabb energiaszintű. Úgyhogy én azt gondolom, és ez megint csak arra példa, hogy igaz, hogy energiáról beszélek, de ez a gyakorlatban megnyilvánul. És én mindenkinek azt kívánom, hogy drágáim, éljetek magasabb energiaszinten, éljetek jobb körülmények között. Úgyhogy menő matrix elkelési technika az, hogyha amennyiben, amennyire azt meg tudjátok tenni, az adott körülmények között emeljétek magatokat, és emeljétek az otthont, amiben éltek. Úgyhogy én javaslom figyelmetekbe az Anami Program Testfél év tudatosság gyakorlata című videóját, szerintem megtaláljátok a YouTube csatornánkon ezt is, ami tulajdonképpen erről szól. Én akkor még nem ismertem a kommari módszert, ami körülbelül ez, találd meg, hogy mi az, ami örömet szerez, miután az összes holmidat átválogattad, találd meg, hogy mi az, ami igazán szemét, amit semmire nem lehet használni, az dobd ki. Mi az, aminek valaki még örülne, és el tudod ajándékozni. És mi az, ami esetleg olyan jó állapotban van, hogy el tudod adni. És ha felosztottad ezekre a kategóriákra a holmikat, akkor ez azért lesz jó, mert mert aminek megtalálod a jobb helyét, ami már nem nálad van, mert nem okoz számodra örömet, hogyha ez a hely már nem nálad van, akkor ami marad, az kevesebb, élőbb, szerethetőbb a számodra, és az egész otthonodnak megváltozik a kisugárzása. Ez szerintem egy nagyon jó technika arra, hogy az ember egy kicsit felszabadítsa magát. Amikor én Gáborral végigcsináltam ezt a folyamatot, akkor azon nevettünk, hogy találtunk, nagyon sok mindent el tudtunk ajándékozni, eladtunk sok mindent, ami jótékonyságra ment, és a végén már elég volt egy-két cucc, nagyon-nagyon elfáradtunk a végére, és Gábor kihúzott egy fiókot, láttad benne egy kábelt, és azt mondta teljesen őszintén szívből, hogy, hogy látod, itt van ez a kábel, és nyomja az életemet, és tényleg ilyen érzete van. Úgyhogy meg lehet érezni, hogy milyen az, amikor a gyökércsakrátok jobb állapotba kerül. Egy jobb állapotú, magasabb energiaszintű, áramlóbb gyökércsakra az a Matrixon is változtat, azaz az otthonotok jobb állapotba kerül, a testetek jobb állapotba kerül. A kacatokkal telezsúfolt lakás, ez kicsit olyan, mint a túlsúly, vagy annak az analógiája a tárgyak terén. A gyökercsakra túlműködés hajlamosítja az embert, az mindig félelem alapú. Hajlamosítja az embert arra, hogy telezsúfolja az otthonát, mert attól fél, hogy nem lesz képes újra annyi pénzt előteremteni, hogy megvegye azt, amire szüksége van. Ezért inkább egész életünkre előre betározunk. De ugyanúgy félelem alapú a gyökércsakra alulműködés is. Ebben az esetben az ember úgy érzi, hogy nem érdemli meg, hogy egy, akár egy külön otthonban éljen, egy olyan otthonban éljen, amit igazán szeretne. Amikor úgy érzi, hogy kevesebbet kell beérnie, mint amire vágyik, és hogy neki nem is jár több. Ez ugyanúgy félelem alapú. Ami középen van, az a szeretet. Az, hogy szeretitek magatokat, és hogy bíztak abban, hogy az égiek is szeretnek benneteket, mert ez a valóság. Ez be lehet engedni ezt az érzést. Amikor az megvan, akkor az ember érzi azt, hogy Isten a tenyeré hordozza, és hogy megkap mindent, amire, amire szüksége van. És mi van akkor, hogyha, ha nem tudunk azért tenni, hogy elértük a határát annak, hogy a, a lakásunk az otthonunkon emeltünk, hogy energetikailag jobb állapotba kerüljön. Viszont mondjuk szeretnénk elköltözni, mert úgy érezzük, hogy ez a lakás már lehúzó, hogy szeretnénk egy jobbat. Hogy akkor mi lehet, mit lehet tenni? És már megint, ahogy az előbb is mondtam, vannak olyan kevésbé haladó matrix-hekelési technikák, mint hogy az ember folyton azt mondogatja magának, hogy úgysem fog sikerülni, nem érdemlem meg, minek is próbálkozom, úgyse fog menni, ez az agyalás része. Lehet másokra haragudni, másokat hibáztatni. Emiatt a helyzet miatt, meg lehet miatt a siránkozni. Én javasolnék egy hatékonyabb matrix technikát. Ha szeretnétek változtatni a matrixon, de jelenleg úgy, mint egy lomtalanítással nem tudtok megtenni érte már többet, akkor érdemes a hálát választani. A hálára rá lehet tanulni. Az egy nagyon menő érzelem. Az embernek igazán szívből tud jönni. Én például voltam hajléktalan, úgyhogy vicces, hogy most az otthonról beszélek. Amikor hajléktalan voltam, és utána végül találtam munkát, és el tudtam helyezkedni, és elmentem a annyira boldog voltam minden pillanatban, hogy fedél van a fejem fölött, nem fázom ki az utcán, hogy van hol aludnom. És képzeljétek el, hogy ez azóta is megvan. Én nagyon sok, sokat utaztam a világban, nagyon sok kurzust tartok külföldön az Anomé program keretében, és bárhol is, bármilyen körülmények között is azt mindig annyira végtelenül hálás vagyok. Úgyhogy a hála az mindig emeli az embert, egy magasabb energiaszintre hangol be. És még valami, ha olvastátok a Karma Killer című könyvemet, abban például le van írva, hogy, hogy ahol akkor éltem, amikor a könyveleje játszódik, akkor olyan volt a fal, hogy néhány csempe már, már lepotyogott onnan. Gyakorlatilag törmelék volt a fürdőszoba. És meg tudtam találni azt a, a, ami igazán a szívemnek örömet okozott, vettem olyan szalvétát, ami aranyszínű volt, és egy gyönyörű ilyen tussal festett kínai sárkány volt rárajzolva, kiragasztottam a csempék helyére. Tudjátok, milyen király volt a fürdőszobám? Isteni. Nagyon-nagyon jól nézett ki. És nagyon örültem, valahányszor beléptem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az embernek mindig van rá lehetősége, matrix hackerek, tudom, hogy ti is azok vagytok. Az embernek mindig van arra lehetősége, hogy a magasabb energiaszintet válassza. Úgyhogy ez egy nagyon jó irány. Ugyanakkor ezen kívül még vannak atomerős matrix hekelési módszerek, mint például a gyökércsakra. Amit láttok rajtam, ezek a gyökércsakra energetizált kristályai. De nem is mennék bele, nagyon sokat lehet még erről beszélni, hogy, hogy, hogy hogyan élhess olyan otthonban, ami igazán otthonos, ami szeretetet sugároz, amiben érzed az égiek jelenlétét. És még sorolhat, sorolhatnám, hogy mi mindenre jó a magasabb energiaszint. Erre vannak nagyon erős, nagyon tuti technikák. Ha érdekel téged ez a téma, hogy hogyan, akkor meg tudod találni azt egy, egy sokkal hosszabb videóban, amiben benne vannak ezek az atomhekkelési trükkök, benne van, hogy energetikailag mi, mi, mit jelent, és van alatt egy olyan frekvencia, ami már eleve segít abban, hogy az élő tudásból behangolva, hogy a gyökércsakrád csak rád jobb állapotra hangolódjon. Utoljára még elmesélek egy történetet, hogy milyen érzés is egy magasabb energiaszintű otthonban élni. Mert az ember csak azt érzi, hogy jól érzi magát otthon, de az igazi kontrasztot az adja, amikor valaki bejön kívülről. A, mi most Londonban nyitottunk stúdiót, én Londonban élek jelenleg, itt is dolgozom, és Budapesten is két hetente kurzusokkal, vagy online ebben az időszakban mint ahogy most is kapcsolódunk, és eljött hozzám a főbérlő, eljött hozzánk a főbérlő itt Londonban. Belépett a lakásba, és képzeljétek el, az valami fantasztikus látvány volt. Először csak udvariasan megpróbált így körbejárni, de egyre izgatottabb lett. És a végén az volt, nem túl nagy lakás, de össze-vissza szaladgált, és mindent itt tüzetesen megnézett, és közben magában beszélt, képzeljétek el, pedig egyébként egy tök normális csóka. Közben magában beszélt, és, és azt hallottam, futottam utána, hogy, hogy jaj, de jó illat van, mi ez itt, mi van itt, és így nézte a, minden megnézett, nagyon kevés holmi van a lakásban, mindenhez odament, és a végén, az lett a vég, a végén odaállt a szekrényünk elé, egy szekrényünk van, és ez a legnormálisabb, ilyen matfehér, téglalap alakú szekrény. Nincs rajta semmi, csak egy fehér szekrény. Nézte, de így, így nézegette a szekrényt, és azt mondta, hogy milyen szép, milyen gyönyörű, és, és a végén megnézte, hogy mit is néz, leesett neki a tantusz hogy ez egy a világon a legegyszerűbb szekrény, körülnézett, és láttam rajta az értetlenséget, próbálta meg megér azt megérteni, hogy, hogy mit érez a lakásban, és ezért próbálta úgy megfogni, egy jó illat mert érezte az illólajokat, meg hogy ö, szépek a bútorok, ami mondjuk enyhetúzás, mert hogy egyszerűek. De a végén rájött, hogy van itt valami ö, extra, amit nem nagyon lehet megfogalmazni így emberi szavakkal de vagy inkább talán úgy, hogy emelkedettség, vagy hogy jó érzés ide belépni. Úgyhogy ezt kívánom, drágáim, nektek is. Hekeljük meg együtt a Mátrixot, éljetek gyönyörű környezetben. Nagyon szeretlek benneteket, drágáim, és ha érdekel a téma, akkor nézzétek meg a, ennek a műsornak a, a, kiterjesztett változatát, amit a webshopunkban fogtok majd megtalálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, drágáim! Sziasztok!